Egyre kisebbek a készletek a Szent Mihály Telki iskolában, ahol a mix tárolja a különféle adományokat. Tavaly, amikor naponta több ezer menekült jött át a határon, hazai és külföldi felajánlóktól is igen sok adomány érkezett Szegedre. A holmi egy része megmaradt, de a mix önkéntesei továbbra is eljutatják a rászorulóknak, amit csak tudnak nem csak külföldiek kapnak a készletből. Próbáltuk kiemelten segíteni azokat az embereket, akiket a tavalyi menekült krízis valamilyen módon érintett, tehát elsősorban a határmenti települések röszke ásadhalom lakossága, illetve hát a környékbeli tanyákon élőknek juttattunk személyre szólóan, illetve családra szólóan célzott adományokat. Az utóbbi hónapokban a határa érkező menekülteket, akik szabályosan próbálnak kérelmet beadni, gyakran napokig váratják a magyar hatóságok a senki földjén. Mivel erre nem számíthatnak előre, kénytelenek étlen, szomjan és sátortakarónélkül a puszta földön megvárni, amíg beengedik őket a tranzitzónába. A magyar önkénteseket a határt őrző rendőrök és katonák nem engedik oda. Az uh, nek sikerült. Uh megfelelő módon kialakítani a, a, a szokásokat a tranzit zóna környékén, és ö, segítséget tudnak nyújtani azoknak, akik a tranzit bejáratánál várakoznak, illetve bejutnak a tranzit zónába. É, ebben próbálunk mi nekik segíteni. Így főként esőkabátokkal és takarókkal látják el a menekülteket. Bár a tavainál jóval kisebb mennyiségben és ritkábban, de még érkeznek adományok a Mixolhoz. A magyar hatóságok olykor nem zárkóznak el az önkéntesek javaslataitól, így Szent Mihályról már több hazai táborba is küldtek adományokat. A BÁH Balassa Gyarmaton üzemelő intézményének a vezetőjével felvettük a kapcsolatot, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának javaslatára, és most éppen folyamatban van egy nagyobb ruha és cipő adományai juttatása, ennek a fuvarozási költségeit a bevándorlási hivatal állja. Az önkéntesek a szabad idejükben válogatják át és rakodják autóra a szükséges ruhát, cipőt és a többi holmit, és küldik oda, ahol szükség van rá.